hiszen áttekintést ígértünk az iszlám irodalomról, és ez közel 1400 év irodalmi termését igényelni. Segítőtársunk Iványi Tamás ma is, de hát azt hiszem a főbb pontokat meg tudjuk ragadni, és mindjárt az első, ha a költők kötetéről is láttuk, ez pedig a költészet. Igen, elmondhatjuk, hogy az iszlám korban is, és napjainkban is talán a legfontosabb műfaj az irodalomban a költészet. Mindenki, aki egy kicsit is tapasztalt utazó az arab világban, az észrevehette, hogy milyen szabadon verselnek az átlag emberek is, nem csak költők. A középkorból egy példával illusztrálnám ezt. Kazvini, a híres földrajztudós írta a 13. században egy Sevilla melletti arab falu lakóiról a következőket. A szántóvető ember előtt elmégy és tőle bármi tárgyról kívánsz verset, az ekevas mögül talpra esett költeményeket hallhatsz, melyeket földmíves szerzőjük rögtönözve ad eléd. A versek fejlődését tulajdonképpen első alkalommal már elkezdtük taglalni a pogánykori költészettel. Ha most megnéznénk, hogy milyen változások történtek a pogánykor után, az iszlám korszak első századaiban, azt találjuk, hogy a hosszú, tehát akkor említettem, hogy 80-100 párversből álló célköltemények, ami magyar mértékkel 200 versort jelent, ezek széttöredeztek, és kialakultak olyan egyéni műfajok, amelyek csak egy-egy témát rögzítenek, például szerelmes vers, borvers, gúnyvers. Na most a szerelmes versnél itt meg szeretném említeni, hogy ennek az arab neve az, hogy gazel, amely valószínűleg a gazellából nyerte a nevét. Szerelmes gyakran hasonlítják a gazellához. Ez az európai irodalomban is elfogadott műfaj lett az újkor és legújabb kor hajnalán, és ma Arany János írt egy ilyen című verset. Talán most hallgassunk meg egy gazelt Ibn Rumitól. Róla mit érdemes tudnunk a költőről? Ibn Rumi a 9. században élt, és az egyik legnagyobb hatású arab költő volt. Magyar vonatkozása az, hogy a legjelentősebb arabista irodalomtörténészünk Germánus Gyula életének egy jelentős munkásságának, egy jelentős részét szentelt Ibn Rumi tanulmányozásának. Hát mielőtt meghallgatjuk a verset, akkor egy kis emlékeztető, ugye nagyjából az európai történelemben Nagy Károly időszakában járunk. Orcáiban az érett alma hamvas, a zsuzsube piros likúj begyébe. Gyöngye hullása orrodnak s fülednek, mint sziklaforrás, friss csörgedezése. Rablány, boldoggá tett látása is már, dala hallása végképp megbolondít. A sárgás fényességben lebukó nap sáfrányos tündökléséhez hasonlít. Orcáin a szemérmesség pirosa úgy ég, mint a tavaszi zsenge rúzsa. Tulajdonképpen semmi különbséget nem érzek az európai szerelmes versek korai korszakához. Ez már egy Európára gyakorolt hatásra utalhat? Hát azt hiszem, hogy az Európára gyakorolt hatás inkább a későbbi korokból, Andalúziából említhető. Az andalúziai költészet az, amely a korai európai költészetre, a trubadur versekre mindenképpen jelentős hatást gyakorolt, és itt talán hagyj mutassak be egy rövid szakaszt a 12. századból Ibn Kuzmántól, amely eredetiben így hangzik, hogy Ana madre jásil bátó tan hazino tampenátó taraljam vasatátú lamnazuk fígei lukaima. Itt észrevehető talán még magyar füllel is, hogy madre tan silbátó tan penátó, ezek spanyol szavak. A hazino pedig az egy arab szó, spanyol végződéssel, a vers szakasz az én szabad és nem költői fordításomban annyit tesz, hogy én vagyok az anyám silbátó, a te szegény, szerencsétlen fiad, látod, egész nap még egy falat sem ment le a gyomromba. Ez a korszak, a 11-12. Századi spanyol költészet kora, amikor is a spanyolországi arabság körében ez a vegyes lakosságú keresztények és muszlimok, arabok és spanyolok
keveredve éltek, itt alakul ki az a strófikus, tehát szakaszokra bontott költészet, amelyben a refrén nagy szerepet játszik, amely aztán a híres trubadur daloknak a szülője lesz. Most, ha még itt visszakanyarodhatnánk kicsit korábbra, ennek a költészetnek ugye az a jellegzetessége és különbsége a régebbi arab költészettől, hogy szakaszokra bontott. Na most igen érdekes, hogy a hosszú költészet, a célköltészet, a kaszida is él tovább, a maga a tematikus megformálásával, amivel foglalkoztunk, tehát a sivatagi környezettel, csak hogy ezt már városlakó arabok írják, akik néha ki sem mozdulnak a városból, tevét legfeljebb csak hírből ismernek, és a viszontagságait, az elhagyott tűzhelyet is csak a költészet toposzaiból, helyeiből tudják. Ezek ellen írta Abu Nuwas egyik híres gúnyolódását, amit szeretném, hogyha meghallgatnánk. Rég feledett sátrak nyomát, déli szél, hadd fújja el. Én felőlem legelőket, záporeső mosson el, hadd haladjon el tevéstől sivatagon karaván, dicsőséges törzs szülötte, ügessen nemes lován. Árnyas ákác közelében hadd virítson a bogáncs, a vadász nagy szerencséjét tőlem sose érje gáncs, ha sakárra, oroszlánra bukkan is. Az életét sose sajnáld, csupa ínség, hadd szürcsölje a tejét. Nem inná, hogyha tudná, hogy minő nagy élvezet, tiszta, jó bort szürcsölgetni. Erről zengek éneket. Abu Nuwasról is azért szóljunk néhány szót, hogy mit érdemes tudni. Abu Nuwas a híres kalifa Harun al-Rashid idejében élt, akit az ezer egy éjszakából általában ismerünk Európában is, és arról volt híres hírhet, hogy bizony igen-igen gyakran megszegte az iszlám előírásait, nem csak a borverseiben, hanem olyan már-már ateisztikusnak számító versekben is, amikor számára mindegy volt, hogy keresztény vagy muszlim vallást követi az ember, csak élvezni kell az életet, mert az élet egy pillanat. Ezzel szemben nem mondanám, hogy jellegzetes, tehát az arab költészet általában életszerető költészet, de azt is meg kell említeni, hogy nagy alakokkal, nagy alakjai vannak a szenvedés és a halál leírásának, a pesszimizmusnak is. Talán Abu Alal Ma'arri nevét említeném. Hát őt emlegetik sokan a legnagyobb iszlám költők egyikének. Mindenképpen nagyon jelentős. Róla érdemes megjegyezni, hogy egy Dante-szerű műve is van. Dantei-szerű műve a Megbocsájtás episztolája ez a címe. Ez az episztola, ez európai irodalomból is ismert, ez itt is egy levélformát jelent? Igen, levél vagy értekezés, és az a tartalma ennek, hogy a költő Ma'arri utazást tesz a túlvilágon, leszáll a poklok mélyére, illetve fölmegy a hetedik mennyországba, és ott találkozik a rég elhunyt nagy költőkkel, akik mind elmesélik sorsukat versben. Tehát ez egy prózai verses mű, és sokan feltételezik, hogy esetleg hatott Dantére, bár ez nem teljesen igazolható. Hogy mit jelent Abu Alal Ma'arrinál a pesszimizmus, azt talán a maga készítette sírverse mutatja legjobban, amely így hangzik, hogy atyám hozta rám életem baját, de én senkinek nem adtam át. Tehát ő nem hozott létre utódokat. A pesszimizmus az itt összekötődik egyfajta misztikus és élettől visszavonuló gondolkodással. Jellemző rá, hogy nem csak a húsevéstől tartóztatta meg magát egész életében, ez a egyébként vak költő, hanem még mézet sem volt hajlandó magához venni azzal, hogy az is állatok terméke. Akkor hallgassunk meg most néhány részletet ebből az episztolából. Mózes tanított. Aztán továbbállt, utána Jézus lépett fel, aztán Muhammad jött és az öt imára tanított. Még később egy új hit támad, mely ennek helyébe lép. Így hajszolják az embereket a tegnap és a ma között. Ha valótlan találnék mondani, fennhangon kiálthatom.
de igazat. Csak halkan suttogva szólhatok. Nevetünk, de hiába való a kacagás, sírnunk kellene, hogy rázzon az okogás. Mi, kiket összetörnek, mint üveget, porrá, és soha többé nem öntenek új formává. Talán azt hiszem, itt néhány részletet érdemes megfejtenünk. Ugye az első részletben itt a hitről, egy új hitről szól Muhammad után. Hát ez aztán igencsak ütközhetett az iszlám felfogásával. Természetesen itt két dolgot azért meg kell jegyeznünk. Egyrészt, hogy ezeket a gondolatokat, ezek misztikus gondolatok, elég nehéz megfejteni mai értelmezés szerint. Ez semmiképpen sem ateizmust jelent, hanem egyfajta olyan panteisztikus világképet, olyan, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy az Isten vallása mindenek fölött áll, és nem az egyedi kinyilatkoztatásoktól függ, tehát ez inkább egy nagyon erőteljes vallásosság, nem ateisztikus nézet. A másik az, hogy tudnunk kell, hogy nagyon vitatták a középkorban és az újkorban is Mahri nézeteit, támadták, védték sokan, és hát Mahri egy kis faluban élt, a szülőfalujában, Szíriában, ahol ezt szabadon megtehette, hogy ennek a néhány tucat tanítványának azt mondjon, amit akar. Korábbi előadásunkban már hallhattuk, hogy az iszlám milyen fontos összekötő kapocs ebben a világban. Az irodalomnak egyfajta ilyen arab nemzeti tudatban milyen nyomát lejjük? Hát az irodalomnak az a jelentősége, hogy ugye az arabság összekötő hídja időben és térben, ez az irodalmi nyelv, ez egyrészt ez a összekötő szerepe az irodalomnak, a Koránnak és az irodalomnak. A másik az, hogy a Korán magyarázásához mindig is felhasználták a legkorábbi irodalmi termékeket, amiről már szólottunk, a pogánykori költészetet. Ez egy furcsa ellentmondás, hogy a Szentkönyv magyarázására pogány verseket használnak. Azért volt ez, mert azokból ismerték ezt a nyelvi világot a pogánykori költészet egyes darabjaiból, úgyhogy ez lényegében megfért egymással az iszlám gondolat és a pogány verset. Egy érdekes részlet következik most, amelyben éppen az arab származást valló és hamisnak bizonyulóról szól egy gúnyvers. Hogyan született ez, ki is a szerzője? Hát a szerzője Bashar ibn Burd, a szintén 8-9. Század táján élt. Na most erről a témáról azt kell tudni, hogy az araboknál mindig is nagy súlyt helyeztek arra, hogy a törzsi származást és a törzsi előkelőséget kimutassák. Most természetesen az iszlám idején ugye többszöröse vette föl az iszlámot, mint vallást, irániak, török származások, stb. Akik hát szintén átvették ezt a szokást, hogy arab törzsi származással kérkedtek, és ez gúnyolja ki a vers. Leültek, s választottak maguknak származást. Estig arabnak nézték őket, mint bárki mást. Ám de múlván az éjjel a reggel felderült, s hogy aranyuk hamis pénz. Egy-kettő kiderült. Az emberek szavamra pénzváltók lettek itt. A hamis származásút hamar felismerik. Már a beszélgetésünk egy korábbi fázisában szó esett arról, hogy a trubadur költészetnek milyen fontos éltetője volt az arab hatás. Milyen példát válasszunk ehhez? Hát sajnos, már említettem, Ibn Kuzmánt nem tudjuk, mert abból csak nyers fordításaim vannak, viszont egy kicsit korábbi, egy 100 évvel korábbi szakaszból egy nagyon érdekes vers idézetet ajánlanék, Mu'tamid versét, az útont, amelynek hát az ad különös érdekességet, hogy a szevíjai Mu'tamid egészen élete utolsó éveit leszámítva uralkodója volt ennek a kis paradicsomi városnak. Amikor is az általa behívott segítőként a keresztények ellen behívott berber vad hadvezér és csapatai, az almorávidák elsőként őt fogták el és vitték fogságba. Itt készült a vers. Mentek tovább, a pompas a dallam szállt utánuk, mentek tovább, és a porból felhőt kavart a lábuk. Poros az út, amely tangerből indul el. A mecsetnek haladtak esőért esdekelve, én rabba lég közöttük, nehéz bilincsbe verve, hosszú az út,
s fehér, mely mekinecbe ér. Testvérek, szóltam akkor, miért törtök így magosra? Nézzetek a szemembe, bánat felhője mossa, nem elég nektek ím patakzó könnyeim. Hisz nem marad utánuk meddő év, föld se száraz. Igaz, mondták, de könnyed, amely oly bőven árad, sötét, s véres nekünk, mint szíved, hercegünk. Azt hiszem, sokáig időzhetnénk még a költészet csodálatos világában, de ne felejtsük ki azért az iszlám próza jelentőségét sem. És itt is egy európai hatást sejtek, amikor a következő példánkkal Lafontaine jut az eszembe, a tanmesék ürügyén. Igen, hát tulajdonképpen a prózából bőven válogathatunk olyan példákat, amikor igen erőteljes európai hatás, Európára történt hatással számolhatunk. A Lafontaine említéséről a Kalila és Dimna mesegyűjteményre kell utalnunk. A Kalila és Dimna két sakál, akik királyuk főminisztereiként tanítgatják a fejedelemet arra, hogyan kell az országot vezetni, és ez a mesegyűjtemény egyébként fordítás az arab irodalomban is, 8. század közepén született, az eredete Indiára megy vissza, de Iránban is ismerték fordításon keresztül, és eljutott már a középkorban Európában latin fordítások révén, illetve a kora újkorban Magyarországra, jelenleg rendelkezésünkre áll egy szép magyar fordítás belőle. Folytassuk tovább ezt az érdekes korai prózai korszakot, mert nagyon gyorsan megjelenik egy olyan később irodalomban gyakran felbukkanó motívum, mint a Robinson. A 12. században vagyunk spanyolországi arabságnál, amikor is egy, a korszak legnagyobb filozófusa, akit Európában a latin fordítások révén Abu Bacerként ismernek, az arabok inkább Ibn Tufail néven emlegetik őt, ő megírta korábbi előpéldák alapján, de sokkal részletesebben filozófikus kisregényét, amely magyarul a Természetes ember címet nyerte. Ez a középkori latin fordításokban Homo autodidactus néven ismert, ami arra utal, hogy egy kis csecsemőt kiraknak egy szigetre, ahol csak egy gazella él, az neveli föl, és a kisgyermek autodidakta módon megismeri a természetet előbb, természet törvényeit tapasztalás útján, majd egy magasabb rendű megismerés útján megismeri Istent, és mintegy a lelke egyesül a világ lélekkel, Isten lelkével, tehát ráismer a kinyilatkoztatott vallás egyes tételeire. Bármiről is beszélgetünk, lépten nyomon előkerül a mai Spanyolország területének magas irodalmi értéke. Hát a mi képünkben gyakorta inkább a felszabadító Cid él, és egyfajta barbárokat kiverő, felszabadító mozgalom a Reconquista. Hát most végül is akkor hogy áll ez a kép? Ez egyfajta politikai hatásra jött így létre, és tulajdonképpen a valóság megmásítása? Nem szeretnék állást foglalni Spanyolország történelmében, és egyoldalú arab beállítást adni a kérdésnek. Azonban azt meg kell mondani, hogy itt egy nagyon fejlett és jelentős tárgyi kultúra jött létre, hogy csak annyit említsek, hogy Granadában ugye több ezer fürdő volt, amikor még a középkori Európában egyáltalán nem ismerték a fürdőket. Több ezer könyvtár volt, a legnagyobb könyvtárban 600 ezer példány volt. Vagy például, ez mondjuk a 13.-14. század, vagy például utcai közvilágítás volt Granadában, akkor, amikor még Londonban egyáltalán nem létezett világítás. Úgyhogy emellett kétségtelenül létezett egy szellemi kultúra is, amely erőteljesen függött a keleti arab világtól, azt igyekezett másolni, de létrehozott sajátos egyedi termékeket is, és az a jelentősége a mi történelmünk számára, hogy közvetlenül Európába itt áramlott át a keleti műveltség és a görög műveltség is részben. Egy nagyon fontos műfajról kell azt hiszem ezután szólnunk, ez pedig a makáma. Mit is jelent először maga a kifejezés? Hát a szó maga vitatott, nem a mai jelentése, hanem az, hogy ebben az irodalmi műfajban mit jelent. Régebben úgy tartották, hogy a makáma itt azt jelenti, hogy helyzet, pozíció,
miután ugyanaz a főhős különböző helyzetekbe kerül egyes makámákban. Ma inkább ezt úgy mondjuk, hogy a makámának az a jelentése szerepel itt, ami azt jelenti, hogy gyülekezet. Tehát este, amikor leszállt az est, és csak a holdvilág fényénél összeültek az emberek, megfáradva egész napi tevékenységüktől, akkor valaki elkezdett mesélni, és ezeket a történeteket mesélte a makámákat. Na most a makámákra az jellemző, hogy ezek mintegy novellaszerű és rímes prózában írt művek. A rímes prózát majd a példákon látni fogjuk, hogy mit kell rajta érteni. Csak röviden annyit mondanék, hogy két-két szakasz enyhén, tehát egy-egy máshangzóval rímel egymással, és ugyanakkor úgynevezett gondolat ritmusa van neki, tehát ismétlődésekből áll. Kérdezzetek, válaszolok. Hallgassatok, s bámuljatok. Erre szóltunk. Mi a véleményed Imrul Kaiszról? Válaszolta. Ő az első, ki leírta a lovát, de nem szavalt verset pénzért, és nem faragott rímet hírért. De túlszárnyalta azt, ki ravasságból másnak talpát nyalta, és jutalomért viszketett a marka. Mondánk, most mutasd a te verseidet, és add elő tetteidet. Szólt. Íme, vedd őket egy marokra. Nézzétek, egy rongyaruhám, nyargalok nyomor paripán. Hajdan büszkén jártam, keltem, drága kincs volt becsületem. Hasról hátrafordult kockám, szegénység költözött hozzám. Az arab makámáknak a magyar irodalomban is volt visszhangja, még mellé nem is akárkinél. Arany János írt egy nagyon szellemes verset Poloska címmel, amelyben talán a legjobban lehet megfigyelni az igazi, eredeti arab makámák műfaji jellegzetességeit. Arany János, a Poloska, rímes próza részlet. Makámát írdi, mint Abu Mohamed Kazim ben Ali ben Mohamed ben Osman Hariri, nem tréfa dolog. Annyi, mint repülni, gyalog. S ki egyszer ebbe fog, nagy veszedelem érheti, lábát izibe megütheti, orrát is betörheti. Mindazon által én megkísértem, úttörőnek bukni is érdem. Aztán meg nem szabad-e, kérdem, prózát versben írni? Már ígyni? Mikor annyi verset írnak prózában a két nemes magyar hazában, de kivált mostanában. No tehát a csimaz, vagy Poloska legyen lelkesedésem pocka. A tárgy legalább nem ócska, pedig ez is tesz valamit nálunk, hol annyi az ütött kopott, nem mondom lopott, hogy csupa zsibvásárban járunk. Aztán hisz tárgyam elég klasszikai, szunyog, csimaz egymásnak vérrokona is, ha Virgil az elsőt megénekelte. Poloska, jövelte! Nagyot kell ugornunk most már a történelemben, azt hiszem csak utalhatunk egy mindenki által szeretett mesegyűjteményre, csak néhány fontosabb élet útját megjelölő dátumot említsünk, az 1001 éjszaka. Az 1001 éjszakát azt hiszem nem kell bemutatni, ez egy indiai eredetű mesegyűjtemény, kerettörténet, amely 700 éves arab fejlődés után jutott el mai formájához. Egy érdekesség, hogy a francia fordítója, aki megismertette Európával, Galan az 1700-es évek elején, visszahatott az arab országokra is, ahol már kezdték elfelejteni ezt a történet csokrot, és szinte európai hatásra, érdeklődés hatására ismerték meg újra, és a két leghíresebb mese nincs is meg az arab gyűjteményekben, Ali Baba és a 40 rabló, ki ne emlékezne, vagy pedig Aladdin csodalámpája. És akkor kicsit beszéljünk haza, hiszen egy nagyon fontos műfaj az arab irodalomban, az arab prózában az útleírás, amelyet az arab utazók adtak. Most hallgassunk meg egy részletet egy olyan összeállításból, melyet Garnáti magyarországi utazásáról feljegyzett írásaiból tudunk kiválasztani. Aztán megérkeztem Unkúriába, ahol egy Bashgrid nevű nép él. Ők voltak az elsők, akik a törökök országa felől jöve behatoltak Frankföldre. Bátor emberek, megszámlálhatatlanul sokan vannak. Országuk, melyet Unkúriának hívnak, 78 városból áll, s mindegyikben számtalan erőd a hozzátartozó majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdőkkel, kertekkel.
Itt ezer számra élnek a magrebi származásúak, és szintén megszámlálhatatlanul sokan vannak a khwarezmiek. A khwarezmi származásúak a királyt szolgálják, keresztényeknek tettetik magukat, s titokban tartják, hogy muszlimok. A magribi származásúak ezzel szemben csak háborúban szolgálják a keresztényeket, és nyíltan vallják az iszlámot. Mikor is tapasztalt ez pontosan az utazó? És kik ezek a megnevezett, ha itt gyorsan belenézek a jegyzetből, hogy magribi és khwarezmi származásúak? Abu Hamid al-Garnati II. Géza idejében 1150-53 között utazott Magyarországon, egy hosszú zarándokút közepében, és élt is itt, felesége is volt, sőt, a gyerekét itt is hagyta Magyarországon, annyira tetszett neki az ország, egy más helyen megírja, hogy ez milyen gazdag és csodaszép ország. Na most, ez egy érdekes dolog a magyar történelemben, ezt a századunkban ismerték csak meg, hogy tudnélik, azt mindig tudták, hogy voltak itt pénzváltó és kereskedő muszlimok, akiknek úgy kellett tenniük, mintha már fölvették volna a kereszténységet. Például volt egy ilyen disznóhús próbát át kellett esni, tehát azt kellett nekik enni. Ezzel szemben az egy újdonság, amit Garnátitól tudunk meg, hogy tudnélik, voltak itt úgynevezett katonák, bérkatonák, zsoldosok, akiket a bizánci háborúban használtak a magyar királyok, harmadik Béla, második Béla, a harmadik Béla, második Géza. Most ezekre annyira szükség volt, hogy nem kellett tettetniük, hogy muszlimok, sőt, volt nekik mecsetjük, sok feleségük volt, és tanították az iszlámot, arabul tanultak, stb. Az arab irodalom egy egész közelmúltbeli nagy sikeréről számoljunk be végül. A modern 20. századi arab irodalomban már régóta várták, és az arab közvéleményben, hogy a világ a Nobel-díjjal vegye észre az arab irodalmat. Ez 88-ban megtörtént, amikor is Nagib Mahfouz, egyiptomi író elnyerte az irodalmi Nobel-díjat, magyarul egy műve jelent meg Útvesztő címen.